Nos, az a helyzet, hogy már egy egészen más videóval készültem, egy sokkal kellemesebb a mindennapi bulvárszenytől jóval elrugaszkodott a videóval, konkrétan egyébként egy gaming témával, de aztán barátnőm felhívta a figyelmem a legújabb Tóth Gabis balhéra, és mint nagy Tóth Gabi kritizátor, aki lennék, hiszen nálam állandóan kiveri a biztosítékot ez a nő, nem bírtam megállni, hogy ne csináljak erről egy videót, hát ez következik most. Az egészet azzal fogjuk kezdeni, hogy fel fogom olvasni a vonatkozó Blick cikket, és aztán utána átbeszéljük a hallottakat. Kezdjük is! Sztárban sztár leszek, Tóth Gabi egyedül maradt, Tóth Vera kiakadt a nézőkön. Ajajaj, itt látható a kép, hogy Tóth Gabi hisztizik egy sort jó szokásához híven. Igen, Tóth Gabi sírva fogadta a nézők döntését. Jó van szokásos dolgok ezek. Budapest, ja, oké. Okay. Szóval Budapest, ez nem tudom, minek van odaírva, elvesztette a harmadik versenyzőjét is, egyedül maradt Tóth Gabi. szóval, a Starban Star leszek mestere, oh, csak a mester a Tóth Gabi, mostantól csak a zsűritársainak tud majd segíteni, jó pénzért, Kiesett ugyanis az utolsó versenyzője, Balok Krisztofer is. Az énekesnő sírva fogadta a nézők döntésétem testvére, Tóth Vera, aki korábban helyettesítette testvérét a műsor, előző, a műsor előző évadában. Huga elbúcsúzós Instagram bejegyzése alatt teljesen kiakadt azon, hogy a nézők kiejtették a különc fiatalembert, azt a Balok Christopher gondolom én. Na, és akkor most jön a lényeg. Tóth Verának ez a Gabit megvédő kijelentése, ezen a napon fejeztem be a televízió bekapcsolását. Egy stílustalan, süket, vak, érzéketlen országot nevelnek a médiumok és az internet a kultúra terén. A TikTok idióták ellopták a valódi értékről a hangsúlyt. A gyerekek droidokat istenítenek, az érzelmeket már egyre kevésbé értik. Szörnyű egy érző lénynek ebben a világban élni. Éljenek hát a lelki szegények, akik nem is tudják, hogy mennyire irigy vagyok rájuk a 3D-s kényelemérzet miatt. Írt a Tóth Vera, akit többek között épp a kiesett balok Christopher próbált csitítgatni azzal, hogy elárulta, ő már azért is hálás, hogy megismerhette Tóth Gabit. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Szóval ugye mi a helyzet? Tóth Gabinak kiesett a mentoráltja, ő ezen jó szokásához az híven hisztizett egy sort, ahogy szokott, mert szerető lenni itt az ügyeletes díva, ezt a szerepet osztotta magára, senki más nem osztotta ezt rá, de ezt ő így kitalálta magának, és sajnos sikerült lenyomni az ország egy jó részének a torkán ezt a dolgot, a kereskedelmi TV 66 segítségével. Tehát hisztizett egy sort, és utána Vera pedig a testvére kommentálta az elhangzottakat, ami ugye felveti azt a kérdést, hogy jogos-e kiakadni a nézőkre egy olyan formátumban, ami arról szól, hogy a nézők döntik el, hogy ki jut tovább, kiesik ki, meg kimarad műsorban, meg ki nem. Tehát jogos-e? tényleg így fennakadni azon, hogy mit döntenek a nézők, mikor ők úgy ültek be ebbe a műsorba, <coughs> mert ugye a Tóth Gabi most, meg a Vera is szerepelt benne már régebben, hogy tudták, hogy ez a formátum, így írták alá a szerződést, ezért szedték be a jó vastag fizetési csekkeket, ebből élnek, hogy beülnek ilyen műsorokba, és beültek ugye ebbe is, amit tudták, hogy miről szól, hogy a nézők döntenek. Tehát ez így nem, nem egy kicsit visszás utána azon kiakadni, hogy igazából a műsor a meghirdetett, meg szerződésben lefektetett formátum szerint működik. Ez kritizálni és ezen kiakadni, ez, ez, elég nevetséges. Tehát ez köznapi példával élve mondhatnám, hogy az a szint, hogy mondjuk elmész a boltba, veszel egy csomag milkát, kibontod, megeszed, és utána meg kritizálod, hogy hát azt kezdte ez tele van cukorral, miközben vettél egy csokit. De elemezzük ki Tóth Verának a cikkben olvasott kijelentését, van mit átbeszélni rajta. Tehát, ugye azt írja Gabi, hogy ezen a napon fejezte a televízió bekapcsolását, okay, ez egy támogatandó dolog. Egyébként befejezhette volna már úgy tíz évvel ezelőtt is, egyébként, de jobb később, mint soha, a következő, egy stílustalan, süket, vak, érzéketlen országot nevelnek a médiumok, bla bla bla. Stílustalan, süket, vak, érzéketlen. Végül is, igen, stílustalan süket és vak országot nevel például a megastár, ahol Tóth Gabi például bekerült a köztudatba, és aztán ez a stílustalanra, süketre és vakra nevelt ország ezt a nőt sztárolja, megköveti Instagramon, meg ajnározza. Szóval igen, végül is van igazság abban, amit Tóth Vera mond, igen. igen. Vagy úgy kell ezt érteni, hogy Tóth Gabi, akit ő most itt megvéd a testvére, ő a nagyon stílusos, a feltűnési viszketek ruháival, meg ugye olyan nagyon tehetséges és csodaszép, de itt mindenki más, aki, aki mondjuk nem a Tóth Gabi párt fogoltja ebben a műsorban, meg nem a Tóth Gabihoz van köze, az pedig ugye hát stílustalan, és a süket és vakország ezt nem látja. Nem látja, hogy ott Gabi körül gyűlik össze a stílus, hogy ott összpontosul az igazi stílus, és, és ehhez vakok és süketek, mert nem is hallják, hogy hol a tehetség, mert az mindig valahol ott a Tóth család körül található, ugye? Tehát érdekes, ez kétféleképpen is lehet értelmezni kinek melyik tetszik. Aztán ugye, tehát stílustalan süket, vak, érzéketlen országot nevelnek a médiumok és az internet a kultúra terén. Az internet az a tévével ellentétben, ami még a mai világban hordoz valami kultúrát. Né nyilvánvalóan ott is jelen van sok szenny dolog, sok trash dolog. Tehát ezt tudjuk nagyon jól, hogy tele az internet, meg a YouTube is szennyel és trashsel. Nem kell szerintem sorolnom nektek, hogy mik azok, mindenki ismeri, de mindenki ismer egy párat, de még mindig az internet az, ahol viszont lehet találni kultúrát, lehet találni színvonalas dolgokat, lehet találni színvonalas YouTube csatornákat, al lehet találni olyan videókat, olyan anyagokat, olyan zenéket, amik jók, amik egyediek, és amik tévé megjelenik, és soha az életben nem kapnának. Tehát ha valami még hordoz kultúrát a mai világban, akkor az az internet és nem az a tévéműsor, azok a szenny műsorok, mint például ez is, ez a szarban szar, ahol ők ugye bezsebelték a lóvét, aztán meg hőbörögnek, mert a műsorformátum a műsorformátum szerint működik, meg nem is az a műsor, meg a szar, ahol mindkettőjüket felfedezték, mert ugye nyilván az is egy undorító, sablonos, lelketlen pop ahol ilyen egyenénekeseket termelnek ki, mint például Tóth Vera, meg Tóth Gabi. Tehát ha még valami hordoz kultúrát, akkor az pont az internet, és nem a szarban szar, meg nem a megaszar. Ahonnan ugye ők a bevételéket szerzik, meg ahonnan ők így az országra rászabadultak. Szóval egy kicsi, kicsi önkritika azért nem ártana ilyen kijelentések előtt. Drága Vera. A TikTok idióták ellopták a valódi értékről a hangsúlyt. TikTok. És én nem vagyok egy TikTok rajongó, úgy unblock, azért, hogy egyébként van, van TikTokom, de én oda próbálok úgy tartalmat gyártani, hogy legyen értelme, tehát ilyen rövid dolgokat mondok el, amit úgy gondolom, hogy YouTube videóban nem mondanék el, de egy két-három perces TikTok videót megér. De nem vagyok én is hogy egy nagy TikTok van, tehát az, amit ott az emberek művelnek, hogy zenére tátognak, meg ökörködnek, hát nem hordoz valami nagy értéket a szememben sem, de amit Tóth Gabi például az Instagramon leművel, na most az egy hajszállal sem jobb ott a gyermekmutogatással, meg a terhességének a végig dokumentálásával, meg a mindennel, ami a keze ügyébe kerül láj, azzal a lájkok vadászatával, tehát amit ott ő leművel, az éppen ugyanolyan alja kultúra, mint amire a TikTokot a legtöbb ember használja. Tehát amikor Tóth Vera a TikTokot, meg annak a színvonalát, meg a nívóját kritizálja, az pontosan az pontosan ugyan ö, azt az értéket, meg azt a színvonalat képvisel, és azt kritizálja, amit a testvére is, akit most éppen itt megvéd, képvisel az Instagramon. Tehát egyik úgy, a másik ebb. Értitek? Érted. Tehát most, ha Tóth Gabinak itt a TikTokkal, meg a valódi értékekről ellopott hangsúlya van a problémája, akkor igazából a Gabinak a Instagramján is végig tekinthetne, és valószínűleg ugyanez a benyomása lenne, csak hát nyilván azt nem fogja leírni. Na de, a gyerekek droidokat istenítenek, az érzelmeket már egyre kevésbé értik. Tehát érzelmek. Nem értik az érzelmet. A valódi érzelmeket, ugye? Csak ezeket a műérzelmeket szerinte. És ugye, ezzel ellentétben mi is a valódi érzelm, amit érteni kéne? Tóth Gabinak a hisztizése a műsorban? Vagy Tóth Gabinak az a gátlástalan önimádata a videóklipjeiben vagy a zenéiben, az, 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 lenne az igazi érzelem, vagy például a kamu magyarkodás a nerpénzért az az igazi érzelem, amit értenie kéne a fiataloknak ellentétben a műérzelmekkel. Tehát ezek, ezek az igazi érzelmek, amiket szemben állítunk a mű TikTok érzelmekkel. Mert ha igen, akkor lehet, hogy a TikTok érzelmeket választom mondjuk Tóth Gabi hisztizési érzelmei, meg kamu magyarkodó magyar érzései helyett. Ja, lehet, hogy azt. Szörnyű egy érző lénynek ebben a világban élni. Hát igen, ebben egyet kell értsek Tóth Verával, ez tényleg szörnyű, mert bármikor, amikor meglátok egy újabb hírt a Tóth családról, most már verát is sajnos ide kell értenem, akkor engem is elfogad dű, meg elönti az agyamat a vörös köd, meg a szekunderszégen érzet, Szóval igen, szörnyű, hogy ilyen érző lény vagyok, és meglátok egy ilyen hírt és kivált be, hogy nem túl jó érzéseket, ez, úgyhogy ez így van, szörnyű érzőjének lenni ebben a világban, Vera, mondjuk nem amiatt, amit te írsz, hanem így mondjuk egy jó részt miattatok, de és hogy nem menjünk ebbe bele, de már belementünk, ja, miattatok. Éljenek hát a lelki szegények, akik nem is tudják, mennyire így vagyok rájuk a 3 d kényelem érzet miatt. Igen. A lelki szegények a 3 d kényelmükkel boldogok, és nagy valószínűséggel Tóth Gabit követik Instagramon ezek a lelki szegények, úgy több százezren. Úgyhogy a ja, boldogok a lelki szegények, akiből te meg a testvére déltek, akik titeket annó néztek a megasztárban, néz, akik titeket néznek ebben a műsorban, azok a lelki szegények akiket szitsz most, akik miatt létrejöhetett az a műsor, ami most itt hőbe amiből milliókat kerestél, te is, meg a testvéred is, bár nem akarok a turkálni, teljesen mindegy, hogy mennyit, de ebből éltek meg a lelki szegényekből, akiket most úgy szitsz. Azok a lelki szegények, akik fölemeltek téged, akik fölemelték a testvéredet, akik, akik nézőszámot biztosítanak ennek a undorító, gyalázatos műsornak, amiben ti tudtok itt zsűriskedni, meg fontoskodni. Igen, ezeket a lelki szegényeket bírálod, akikből élsz. Mert ha nem lennének ilyen lelki szegények, akiket te így hívsz, akiket inkább úgy hívok, hogy rossz ízlésű emberek, ezt így vállalom, ezt a kijelentést, szerintem ez nem sértő, szerintem ez egy rossz ízlés, aki Tóth Gabit szereti, ettől még valaki nem rossz ember, de az ízlése rossz. Szóval ezek a rossz ízlésű emberek, ezek azok, akik miatt nektek létjogosultságotok van, és ha nem lennének ezek a rossz ízlésű, boldog, lelki szegények, akkor valószínűleg ö, Tóth Gabi az, ahogy el tudom képzelni, egy céljában ülne a pénztárban, és egy ilyen nagyszájú pénztáros csaj lenne, aki a kis piros CBA-s egyenruhájában a szünetben kimenne cigizni a raktárosokkal hátra a belső udvarra, aztán ott jártatná azt a nagy lepcses száját, és plegykálna, meg szídná a főnökséget, hogy te mit csinálnál vele, azt nem tudom, mert te személyiségedben még amiket nem mélyültem el olyan nagyon mélyen, lehet, hogy te egy kultúráltabb ember vagy, mint a testvéred, de az biztos, hogy Gabi kb. valami ilyesmit csinálna, ha nem lennének azok a lelki szegények, akiket te szítsz, és no offense a cb. a pénztárosoknak, inkább offense Gabinak, mert nem azon a helyen van az életben ő, ahogy szerintem megilletné azzal a az érzelmi és szellemi szinttel, amit ő képvisel, de ugye ez a pop szakma. Úgyhogy ja, az a helyzet, hogy eddig Tóth Verát többre tartottam, mint Tóth Gabit, de ez a kifakadása, erre azt tudom mondani, hogy a vér nem válik vízé, úgy látszik, egy család, egy színvonaltalanság. Úgyhogy, ja, csak ennyit akartam, mert ezt az egész hírt, ezt úgy éreztem, hogy muszáj lekommentálnom, mert én vagyok itt az ügyeletes Tóth Gabi kritizátor. De szívesen vállalom ezt a szerepet, mert olyan őszintén jön belőlem mindez, amit itt most is elmondtam, mert ez az őszinte felborodás és düh, hogy csak be kell kapcsolni a kamerát és fölvenni. Szóval, Szóval, ja, itt tartunk, ez a napi hír, Tóth Gabiról meg Tóth Veráról. Köszönöm, ha meghallgattál. Hello.